Aszódon Pest megye legújabb, immár 17. kormányablakát nyitották meg 2016. május 19-én a járási hivatalnak is otthont adó aszódi polgármesteri hivatal alsó szintjén. Az egykori okmányiroda helyén kialakított ügyfélszolgálati iroda mostantól több mint 1500 ügyben nyújt segítséget az Aszódon és a Galga mentén élő állampolgároknak. Az ünnepélyes átadón részt vett Tarnai Rihárd, a Pest megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője, és Ignác István, a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának elnöke. Mitől jó a közigazgatás? Én azt gondolom, hogy attól jó a közigazgatás, hogyha nem veszik észre, hogy hatósági jellegű ügyintézés folyik. És ezt most komolyan is gondolom. Tehát ennek rugalmasnak, gyorsnak és egyszerűnek kell megtörténni. Az, hogy gyors, az mi sem jelenti egyébként, hogy ma az elektronikus ügyintézésnek egy tárháza nyílt meg a e-személyigazolvány vonatkozásában. Ma ebben a pillanatban tájékozottam, 467 ezer e-személyigazolványt adtak ki, ami itt ebben a kormányablakban is folyamatosan zajlik. Az emberek igénylik, túl azon, hogy persze biztonságos, túl azon, hogy olyan jellegű információk vannak rajta, ami korábban nem volt, számos olyan jellegű elektronikus közigazgatás ügynek az intézését teszi majd lehetővé, ami egyébként 12 ilyen ügyintézés már ebben a pillanatban is folyik, és az elkövetkezendő időszakban, ami ezen keresztül valósul meg. És ez azért fontos egyébként, mert nem kell megjelenni kormányablakokban, ügyfélszolgálatokon, hatósági jellegű ügyeket intézni, hanem odahaza kényelmesen a fotelból eszembe jut valami, intézhetem ügyeimet. Elveszett az okmány, pótolhatom odahaza. Ügyfélkaput akarok nyitni, mert ügyfélkapunk keresztül mennek a dolgok, akkor odahaza kényelmesen már most ebben a pillanatban is, ismerteim szerint 9000-en nyitottak már ügyfélkaput odahaza Eszigen keresztül, intézheti az ügyeit majd. A közigazgatásnak, az elektronikus közigazgatásnak ez a lényege. És a bürokrácia csökkentésnek is ez lesz a lényege. Nem nélkülözheti ez a fajta elektronikus közigazgatás az, ami itt most zajlik ebben a pillanatban. Ez a csodálatos okmányirodának, kormányablaknak az átadása során. Miért? Mert vannak olyan ügyintézési formák, amelyek személyes megjelenést igényelnek. Ilyen személyes megjelenés például az, amikor látjuk ott, hogy egy fotófülke van, meg kell jelenni, fényképet kell készíteni, és ezt az okmányokban rögzíteni kell. Számos olyan jellegű ügyintézési forma van, amely ilyen jellegű és típusú megjelenést igényel. És miért fontos az, hogy ilyen kulturált, ügyfélszolgálati körülmények között önök egyfajta komfortérzetet érezzenek, hogy önökért vannak, önökért, önöket szolgálják, és önöket szolgáljuk ebben a pillanatban is. A kollégák fel vannak készülve erre. Mosolyogva fogják kiszolgálni önöket, nem fogják érezni azt, hogy kényszer az a munka, amit az önök szolgálata érdekében végeznek. A közigazgatás átalakításának a magyari program keretében végső soron nagyon egyszerűek a célkitűzései. Egy ügyfélbarát, egyszerűsített, olcsóbb, átlátható és gyors ügyintézést biztosítani az állampolgárok számára. Amiért nagyon fontos ez a mai nap a Pest megyei 6-os számú választókerület életében, az, hogy a mi választókerületünkben két járásközpont van, Gödöllő és Aszód, és a két járásközpont egyikében, Aszódon ma, ha pontosan számolunk, akkor az országban a 253. kormányablakot nyitjuk ma meg. A kormányablak program a magyari programnak, ennek a közigazgatás átalakításnak a veleje, a gerince. A kormányablak pedig szintén egyszerű dolgokról szól. Arról szól, hogy kultúrált környezetben, jól megközelíthető helyen, az ügyfelek számára, ami az aszódi járásban körülbelül 30-35 ezer fő, az ügyfelek számára egy könnyen elérhető és nagyon kényelmesen igénybe vehető minőségi szolgáltatást tudjunk biztosítani. Hát ebben a választókerületben, az aszódi járásközpontban ez a mai napon megtörténik, és látszik, hogy a folytatásra sem kell sokat várni, hiszen hamarosan a gödöllői kormányablakban hasonló körülmények között hasonló alkalomból találkozhatunk már. Ezekben a kormányablakokban, mint itt a hölgyektől a bevezetőben már megtudtam, ezekben a kormányablakokban az informatika olyan szintet ért már el, hogy a 2014-es közel 150 ügytípus helyett ma már
több mint 1000 féle ügyet lehet intézni, itt az Aszódi irodában is. Tehát teljesen világos, hogy itt az Aszódi, a galgamenti lakosság számára ez egy minőségi ugrás lesz. Ami külön öröm számomra, mint országgyűlési képviselő számára, hogy ennek a közigazgatási átalakításnak, konkrétan például a kormányablak programnak a folytatásához a jövő évi költségvetése megfelelő forrásokat biztosítja. A jelenlegi tervezet szerint közel 6,2 milliárd forint áll rendelkezésre ennek a programnak a folytatására. Tehát minden remény szerint belátható időn belül az egész országot lefedik ezek a magas színvonalú szolgáltatást nyújtó kormányablakok. További öröm számomra, hogy a költségvetés előre nem látható évközben felmerülő költségekre további közel 5 milliárd forintot biztosít. Tehát kimondható, hogy a költségvetésnek az egyik prioritása a közigazgatás átalakításának a befejezése, folytatása és befejezése, és ehhez a költségvetés minden szükséges forrást rendelkezésre fog bocsátani. Hogy az elmúlt évtizedekben toldoztuk, foldoztuk ezt a rendszert, az okmányirodák ide kerültek, oda kerültek. Én emlékszem, gyerekkoromban szerintem a rendőrségre mentem személyigazolványt csináltatni, aztán később már az önkormányzathoz mentem, tehát mindig máshova került, de hát nem biztos, hogy olcsóbb és praktikusabb volt az a rendszer. 2010 után a kormányzat azt mondta, hogy na akkor most arra költjük az adófizetők pénzét, amire egyébként kell, tehát hogy őket szolgáljuk. Nagy beruházásokat hajtottunk végre, például itt Aszódon is, és olyan szintű, olyan színvonalú szolgáltatást hozunk ide, amit nem kell majd utána havonként változtatni, újra ide-oda dobni, és újra, hát elnézést, sufni tuninggal próbálni megoldani a gondokat, hanem ez a következő években, reményeink szerint a következő évtizedekben is egy működőképes rendszer lesz. Nagyon örülök, hogy sok polgármester kollega is itt van, hiszen egy-egy kormányablak az nem egy településé, hanem az egész járásé. A járás valamennyi polgáráé, sőt, mivel a jogszabályok megszüntették a röghözkötöttséget, bárkié, aki erre jár felénk, itt jár a járásban, ő is bejöhet, és az ügyét el tudja intézni, és ezért szintén evel egy nagyot léptünk e tekintetben. Természetesen azért fontos, hogy az állam és az önkormányzat közti kapcsolatot javítsuk. Az állam mindent megtesz ezért, utalok csak arra, hogy az összes önkormányzat összes adósságát az állam kifizette, és ebben nagy terhet vett le az önkormányzatok válláról. Utalhatok arra, hogy a szolgáltatásokat ráadásul ilyen színvonalon igyekszünk elvinni mindenhova, minden járásba, sőt az ügysegédeken keresztül a legkisebb településekre is. És hát a színvonal a harmadik. E tekintetben én nagyon szeretem az ilyen volt, ilyen lett jellegű képeket, még akkor is, hogyha néha a sajtó ezt tendenciózusan szokta alkalmazni. Na itt aztán valóban ebben a teremben meg lehet mutatni, hogy ilyen volt, ilyen lett. Aki korábban járt itt, látta, hogy milyen körülmények között dolgoztak, egyébként kiváló szakmai munkát nyújtva a kollégáim. És most idei bejövén én is csak tátottam a számat, hogy hát ez igen, ez nem semmi. Úgyhogy szeretném kifejezni köszönetemet a kivitelezőknek, mert valóban a szó szoros és a szó átvitt értelmében nem könnyű terepen kellett dolgozni itt Aszódon. Ráadásul mi az állam részéről igyekeztünk gesztusokat tenni az építkezés vonatkozásában, a tekintetben, hogyha voltak önkormányzati igények, azokat igyekeztünk kielégíteni. Köszönjük a türelmet, ha volt valakinek türelme elviselni ezeket a munkákat, de azt gondolom, hogy abból, ami volt, az, ami létrejött, az létrejöhessen, ahhoz igen, kellettek nagy munkákat végezni, és szerintem ennek elviselésével mindenki jól járt, jól jártak az itt élő emberek elsősorban, jól jártak az önkormányzati kollégák, és jól jártak az állami szférában dolgozó kollégák is. Az átadó ünnepségen közreműködtek az Aszódi Podmanicki Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
egy ideiglenes időszakon vagyunk túl, amikor a javítóintézetben volt a járáshivatal. Visszaköltözhettünk múlt héten, és most történt az ünnepélyes átadó. Gyakorlatilag a régi helységünket foglaltuk el, felcserélődött a két osztályunk, ugye a hatóság és gyámügyi osztály, ahol most, ami régen itt volt, az alakult át kormányablakká, és a másik két osztály pedig a régi okmányiroda termeket foglalják el. Milyen ügyeket lehet ezen túl a kormányablaknál intézni? Ezt hány fő látja el, és milyen nyitvatartási idővel? Az okmányirodai osztályunk alakult, tehát gyakorlatilag kormányablak és okmányirodai osztálya. 8 plusz 5 fő látja el a kibővített integrált ügyfélszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos személyi ügyek intézése, gépjárműügyi intézés, vállalkozói igazolványok, ezeken túl a kormányablak funkció is elkezdett működni. Ez azt jelenti, hogy kb. 1000 ügyfajtát lehet már most nálunk intézni. Ugye a kormányablak egységes arculati elemek szerint valósul meg mindenhol, tehát ennek megfelelően gyakorlatilag a székek, az irodai berendezések, a kollégáknak az öltözködés, a világos fehér blúz, illetőleg a kormányablakos nyakkendő, ez kötelezően viselendő mindig. Ugye megújult a mozgáskorlátozott bejáró is, most már egy mozgáskorlátozott parkoló is rendelkezésre áll, ugye a hátsó kapunk az teljesen új lett, oda be tudnak a mozgáskorlátozott ügyfelek állni, egy szabvány szerinti rámpa készült el, természetesen a mellékhelység is szabványoknak megfelelően került kialakításra. A korábbi okmányirodai nyitvatartáshoz hasonlóan hétfőn 7 és 5 óra között, kedden 8 és 6 óra között, szerdán hosszított nyitvatartással, reggel 8 és este 8 óra között, csütörtökön 8 és 6 óra között, és pénteken pedig 8 és 4 óra között van az ügyfélfogadás, nyitvatartás.